Üdv mindenkinek újra a Space Engineersből, a halálcsillag projektből, az űrhajom építéséből. Na, hát ennyi mindent lehet elmondani róla, ez már nem is tudom hányadik rész, 4-5-6 lehet kb. A sorozatban. És most itt ezt az űrhajót azért építem, aki esetleg lemaradt volna róla. Ez egy ilyen tényleg űrhajó, tehát ezzel ugye a halálcsillagra fogok majd járkálni, hogy építését tudjam ott intézni. Lesz benne egy nagy kargó, amiben rengeteg vasat tudok fölvinni. Ugyanakkor lesz benne egy feldolgozó egység is, meg valószínűleg valamilyen bányászhajót is tudok benne a kis hangárjába cipelni. Tehát ilyen kis mobil bázis lesz, ahol az ember el lesz az építkezés ideje alatt mindenképpen, úgyhogy ez... Na, remélem, hogy praktikus lesz, én bízok benne, olyan kis jó kis kompakt, és mégis... Hát nem pici egyébként, ugye nem könnyű bele majd leszállni, bár ugyanakkor meg nem olyan vészes, mert maga az alapterülete nem olyan nagy. Még akkor is nincs talán, mint kapitányé, így alapterületre a hajó, úgyhogy elvileg nem lesz olyan nagyon vészes a leszállási helye, ahol le tud szállni ő. Meglátjuk majd. Na de építsük tovább, és ma már hegeszteni is fogok rajta egy picit, mert kénytelen leszek, hogy lássam, hogy miből élünk. Ide lehet, hogy rakok majd egy-két meghajtót, nem biztos, de lehet. Kéne egyébként egy-kettőt belehelyezni, nem tudom még, hogy hogyan oldom meg, és a szárnyán bőven jó lenne, de ide is lehet, hogy rakunk azért pár felhajtóerőt. Termelhetünk itt is egy picit, nem olyan nagy. Nem sérti a... benne essenek itt azért. Nem sért semmilyen szabályt, hogy itt is legyen egy kis felhajtó ereje a hajónak. Azt akartam mondani. Na. Jó. Ide jön a pici. Az ez. Ezt kéne összefaragcsálnom. Egy. És az ott jó lesz, ahogy látom. Az ott le is esik messzire, úgyhogy ez tökéletes lesz ott. Már van ilyen pár darab odalent, azt majd összeszedem a végén. 4-es? Mi az volt? Az csak hülyén van. Aha, így. Hagy, oké. Na, ide mehet megint a nagyobb. Most már ez a, nem is tudom, a harmadik ilyen építős rész lesz, a harmadik. Ezt megcsinálom aztán, utána meglátjuk, hogy mennyire van rá igény, hogy ilyen építős részek is legyenek benne. Már hogy így ilyen tényleg száraz építős részek. Amikor ugye mindenféle koncepció nélkül csak... egyébként ez sem néz ki rosszul, hogy így csináltam. Most így belegondolok. Melyik néz ki jobban? Ez a design vagy ez a design? Ott mehetne arra fel. Ma hajlok rá, hogy ez. Nézzük csak meg, hogy ide rakom a vékony elemet. Van egy ötletem. Csak az a baj. Jó lenne, ha itt befogna valamihez. Itt ez a közepe? Ez a közepe. Rakhatnék egy ilyen kis... Csak elveszne ez a szűkülése neki nagyjából. Az mondjuk ott jól néz ki. Kivághatom ezt végül is, nem hiszem, hogy gondot okoz. Valamit ki akarok próbálni. Nem tudom, az minek hívja a játék ezt a folyosót, vagy... Jaj, mi a neve annak. Egy ilyen... átjáró vagy. Ez az. Átjárás annak hívja. Ezt akarom megnézni, hogy ezt tudom-e alkalmazni mondjuk így. Wow. Hegesszük csak ezt meg. Ez nagyon menő így. Aha. Ezzel meg tudnám oldani a hátrajárást kulturált körülmények között. Ilyen módon. Jó. Ez most csak úgy eszembe jutott. De nem tűnik rossz ötletnek, és ezzel ugye össze is van hegesztve a két modul. Viszont ugye az a probléma ezzel, annyira nem nagy a probléma, mert most itt mehetek... Hát talán mehetek így, ahogy most vagyok. Bármennyi csak eddig. Ezt a részt kéne megoldani valahogy.
Ott mivel csináltam meg? Ott egy ilyen fél cuccal, vagy még azzal se, itt direktbe befalasztam az egészet a retegbe. Aha, aha, aha. Na, vegyük ki ezt most hirtelen. Jó. Meg lesz ám ez, most azon gondolkodom még, hogyha itt ilyenekkel csinálnám meg ezt a részt. Emellett nehéz elmenni. A probléma mellett is nehéz elmenni egyébként, de itt ez ilyen nagyon megerőszakolós, hogy itt közlekedjen a karakter, ez nem is tetszik annyira, ez túl szűk. Szükség esetén elvileg el lehet menni ott is azért, de nem az igazi, nem az igazi. Ha ide lepattintom azért, ott meg már nem fér be a karakter, ha csak nem rakok ide egy furcsaságot. Mégpedig egy ilyen személyében, mert így már is kinyílt a lehetőség, és akkor így már bepattinthatom a kis átjárónkat. Amit totál rosszul raktam be. Vagy nem is tudom, hát, ja, nem tudom, most rosszul raktam be, vagy jól raktam be. Nem, az legyen a teteje. Legyen csak a teteje. Fordítva akartam így, hogy ötös, és akkor így... Mondjuk így ennyire nem akartam, így akartam forgatni. De így viszont ez így elég állat. Itt szenved egyébként, miért egyszer bocázott ott össze-vissza. Jó, így jó. Még itt elől el tudok kanyarodni. Lehetne itt akár egy sima mezei háromszög is, ha elbírja. Nem tudom, hogy elbírja-e. De az már lehet, hogy túl beszűkíteni itt a teremet. Annyira nem randa, mint az bűn, hogy így jövök, aztán így jövök. Nem tudom, itt mik lesznek az opciók egyébként, de lehet, hogy például alul lesz egy szervizrész, és ott azt lefalazom egy az egybe ezt a területet, és akkor már is jó így ez a design. Két oldalt ki lehet menni. Ja, lehet, hogy az lesz a koncepció. És viszont tetszik nekem ez a módszer, úgyhogy ezt ezen a felén is megejtjük. Ez leesett? Hogy nem estél? Ja, oké, így érthető. Viszont leszedlek, mert nem biztos, hogy így leszel te itt. De lehet, hogy így leszel, de nem biztos. Energy low. Valamit kéne csinálnom ezzel, hogy ide valamit ki kéne hoznom, de egyszerűen annyira nem tudok. Nem tudok ide kitelepülni, nincs rajta még semmilyen energiaforrás ezen a szerencsétlen kis hajócskámon még kint. Még egy olyan probléma is van, hogy nem tudom, hol lesznek rajta szolárpanelek a hajón. Hát a tetejére kéne valahogy raknom, de nem úgy néz ki ez a hajó, hogy sok teteje lesz, vagy hát úgy érdemes lesz oda valamit is rakni a tetejükre. Nincs egy egyenes felület rajta. Jó, most ide tudok rakni párat, de... Hát nem sok egyenes felület lesz rajta. Mondjuk lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy legyen, és akkor kellemes hasznossal, mert végig is ezt a részt be tudom burkolni panellal. Azt mondja, három, meg... Hogyan vagyunk? Nem. Pont nem. Ha csak ezzel nem trükközök újra, hogy itt beszűkítem, és akkor... Mennyit foglal egy ilyen panel? 3-at kb, nem? 3 helyet elfoglal. Vagy 2-t. 4-et az 3-at. Hát 1-2. 1-2. 2-t tudok berakni ide, komolyan? Ezek ilyen nagyok? Úgy néz ki, igen. Hát 2 férrel, az nem sok. Ellenben kevés. Kár, hogy nincs a játékban ilyen kibontható napelem, az még nagyon menő lenne egyébként. Az nagyon adná a dolgot. Még azt tudom elképzelni, hogy itt a hajtómű tetején valahogy ide rakunk. Itt, ugye pont 3-as lesz.
Lehet, hogy ezt végigpakoljuk a két hajtómű tetejét szolár panelokkal, és akkor már azért érdemleges mennyiségű napfényt be tud gyűjteni a hajó. Hát ezt majd megnézzük, ezt most nem tudom. Remélem, nem esik szét, ha ezt kiveszem. Hát... talán nem esett szét, hát nem tudom, mindjárt nézzük. Nem, nem, elfogyott a panelom, ugye? Fémrácson fogyott el? Mert miért? Miből van ez? Heavy armor taktam ide komolyan. De jó ég a francba. Ez light. Fú, azt a mindenit. Remélem széthullottál. Talán még nem, de fú. Na hát ezzel most megszívtam azért. Nem tudom mikortól van gáz, hát itt már tiszta heavy. Itt könnyű. Gyakorlatilag az összes izét ki kell cserélnem. Oké. Jó, hát ez eldőlt, hogy most sajnos hegeszteni fogunk mai epizódban, mert ezt, és most dobom ki innen az eszköztáramból a heavy armort. Nem tudom, hogy hányszor használhattam a heavy armort. Ez is az egyébként, de most nem tudom, hogy kivehettem-e innen, mert széthullik vala. Egyszer csak az egész vacak. Hát ez is mindaz, jó, mindegy. Azt mondja, hogy 4-es. Beforgatjuk ide aztán. 4 és 4, oké. Okay. Hát, ja. Ezzel most megszívtam tényleg. Hogyan tudnék a leghatékonyabban hegezgetni a hajón? Nagyon kíváncsi vagyok, itt hátul is ilyenekkel. Light armor, itt még jók voltak. Light, light. Talán csak ott a felső részen szívtam meg. Vagy ennél az első résznél. Ez is lightos. Ez is light egyébként. Itt van egy-két heavy ott följebb. Hát... hát nem tudom. Ez így szívás lesz. Na mindegy. Megpróbálok nem hegezgetni ma, mert azzal nagyon elmenne az időm. És a célcső szükséges. Hát hozok is a célcsőt az izébe. Ezt most kinyitom, nem tudom ki. Lett Commander csukta be. Tök jól néz ki a... haha! Csak a király szkudéria logó van benn. Aha. Ez Hunnak a műve. Az egészet nyitja. Aha. Több király. Azt mondja, hogy rengeteg ilyenre van szükségem. Ezt mondjuk nem kell, hanem... én acéllemez van ebbe a céllemez, hogy elhasználták a srácok már. Nincs a céllemez benne, hát hihetetlen. Hát akkor nekem kell gyártanom rengeteg a céllemez, ebbe kelleni fog egyébként. Na termelés a céllemez. Itt van egy csomó, de ez kevés ez a... ennél sokkal-sokkal több acéllemezre szükségünk. Úgyhogy már most kiadjuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ezer acéllemez. Reméljük van annyi cuccunk. Aztán kiderül majd. Megkeressük a nem üresek között, hol van a sok acéllemez, és viszont 870, ez kelleni fog sok. És nem hoztam csövet, de mondjuk cső az csak van a tehénbe. Azt mondja cső. Hát nem igaz, nézd meg, kis azért cső sincs benne. Fú, hát nagyon ki van mellett a szegény tehén. Ez így hosszú lesz, hogyha mondjuk tényleg hiánycikkek lesznek, vagy akkor furnom is kell még majd itt lent. Hogy megkérem majd Hunt, hát hogyha vállal egy körizét a nagy fúrójával.
100-at lerakunk, és a helyet megveszünk feliek. 150-et fel tudtam venni. Igen. Bár de jó, lefejeltem, ahhoz képest nem is sérültem. Jó. Ebben volt elég cső, egyébként volt jó. Nem akarom félig csinálni meg, mert akkor azzal csak a baj van. Mondjuk ezt majd meg kell színeznem már időben, mert különben utólag nehéz lesz. Vehetem ki őket majd egyesével. Na de mindegy is. Rakjunk ide akkor egy ilyen picit. Forgassuk be valahogy. Így. Nem? Hogy van az te, barátom? Valami error van itt, kérem. Ja nem, nincs error, csak... már tudom mi a helyzet. Ez van rosszul. Mert ugyanis itt ezen a részen ezt úgy csináltam meg a túloldalon. Lehet, hogy véletlenül. Hogy... Így. És így már jó lesz. Már jó. Nem így, hanem így. Igen, így királyság. És akkor ugye azt már soha nem tudom megszínezni itt lent. Jó formán, de még kívülről igen, még kívülről meg tudom színezni. Nagyon jó. Tégedet is meghegeztelek, meg itt a barátunkat is, és akkor látszik egy kicsit a hajó domborulata. Domborulása. Jó van, jó van. Olyan nagy baja nincs a hajónak ezzel a kinézettel szerintem. És itt így megy föl a hajó, mert ott már le kell jönni a válla. Tehát ennél nem megy már kijebb többet soha. Az a koncepció. Reméljük sose találkozik ilyen ellenféllel, mert ez a vékony fal ez nem sokat fog fogni, viszont ezáltal haszontalan lesz a belső terem elég komolyan, hogyha most azon gondolkodom, itten, éppen, mert hogy erre a felére én már semmit nem tudok tenni a falhoz, max ablakot. Illetve hát hasznos modulokat lehet még esetleg rakni oda. Nem tudom milyen hasznos modulokat tudok ide rakni a falhoz. De hát ilyennel kéne mennem itt ezen a részen, az biztos. Vagy hármassal. Nem, ja, hármassal, csak a kockával megnézzük azt is azért. Jó, ez lejött. Ez a magasság kell nekünk, szuper. Itt pedig len. Ez mi ez? Ja, ez egy ilyen... Aha, ja. Oké, hát itt mondjuk, hogy nem is ragaszkodnák azokhoz a kocakokhoz. Itt még lehet operálni lejjebb is egyel. Itt végig kimaradtak ezek a modulok. Ja, hogy... Ja, nem, itt nem lehet. Itt nem lehet, itt mindenképp ezzel kell mennünk. Igen. Ez így jó, ahogy van. Szuper. Szuper, szuper, szuper. Jó, itt mondjuk lehet, hogy lehetne egy laktért berendezni ezen a köztes szinten, mert alul lehet ilyen gépészeti cucc, ahol a dolgokat használja az ember. Egyébként még egy összeszerelő simán ide bepattatható erre a részre. Lazán. Röhögve. Röhögve elfér. Röhögve elfér az. Viccesen röhögve el fog férni. Gondolkodtam még ilyen fúró megoldáson is, de jaj, tehát ez itt eléggé cinkes lenne, bár a magát a pisztonokat el tudom helyezni. Egy leszállásos alapon is, akkor utána tudna furkálni. Gyakorlatilag az izéhez ahhoz elegendő lenne a francoz, a tankoláshoz, egy három furónyi, mi a franc,
üzemanyag szerzés. Egyébként ez nem annyira hülyeség. Lehet, hogy azt ide berakom. Egy, de csak egy ízét kéne beraknom ide, egy pisztont, ami így fölfelé. Nem tudom, meddig érne el, de lehet, hogy... Lehet, hogy... Na mindjárt megtankolok ezt belepróbálni. De próbálom minél univerzálisabbra csinálni. Hát, hogyha használt látjuk ennek is. Érdemi fúrás természetesen nem lehet vele végezni. Mert... Mondjuk azt sem mondanám. Mert hogyha... Lesz egy kis konténer fölötte, és abban benne van mondjuk a 9 furó, meg mit tudom, 3 pisztonnyi anyag, akkor pikpak össze tudok rittyenteni egy olyan furót, ami a leszállási ponton lefele fúr egy elég komoly gödröt, amiből felszippantja a megfelelő nyersanyagokat a hajó. És hogyha több pisztonnal dolgozok, akkor gyakorlatilag akár ércig is lejuthatok, hogyha pontosan fölött állok. Ja, nem vetjük el ezt a dolgot. Ezzel is foglalkozunk. Ezt is fogja tudni ez a kis... Nem tudom mi ez, helikopter, repülő, valami. Hol mi? Meg is nézzük ezt a pisztont. Azt hiszem most éppen szelepnek hívja a játék. Igen. Na, ide akarom bepattantani. Ide. Jó, nem engedi most, mert nincs olyan modulom, de mondjuk itt igen, itt engedhetné. Itt mondjuk engedi márni. Vagy nem tudom, hogy engedi ám. Ja, így igen. Ha ide rakom, akkor ahhoz engedné a dolgot. Na most oda nem kéne raknom, egyel idébb kéne raknom. És akkor lenne királyság. Megnézzük, hogyha így pakolom le, mi a ragya történik akkor vele. Ez így jó, nem? Így. Elvégez, hogyha kivágom, akkor nem fog összeborulni a retegbe. Ugye ez már itt elfér, oké. Okay. Nagyon menő, és akkor innen ki tudja adni magából a kis feszültséget. És akkor itt tudok furkálni. Ami tök menő. Haha, nagyon jó. Ide rakok majd egy kokpitet, szerintem, így lefele, meg egy üveget. És akkor itt pontosan látom az érkezési pontot majd, hogy hova szálljak le. Elvileg a kokpitet normálisan kell majd elhelyezni azért, mert ellentétesen fog működni minden rajta, de... Szerintem teljesen jó a dolog. Egész jól működik. Ez a dolog. No, viszont kéne majd lassan gondolkodni, hogy hol leszen a kerékfelfüggesztés, és ez a kerékfelfüggesztés mint olyan, már most látom, hogy kiebb kell hoznunk egyet az egész kóceráit innen megint. Tehát kiebb kell jöjjön a... az eleje. Sőt, hát meg is szívtam, mert nem tudom odarakni, mert akkor nem tudok furkálni normálisan. Illetve... Hát tudok, hogyha ide tudom rakni. Az azt jelenti, hogy kettőt is kiebb kell jönnünk még. Ami nem túl jó hír. Mert az már eléggé sok, szerintem. Megnézzük, hogy ez mennyire durván sok. Jó, annyira még nem durván sok, jó. Ezt még elviseli a rendszer. Azért nem biztos az anyagiak, ha lesz ennyi anyagunk. De hát akkor furkálunk egy jót. Mondom, a legrosszabb esetben még megkérjük Kunt, hogy segítsen be nekünk a nagy fúrógépével, ami nem tudom most hol leledzik, de valahol itt van a holdon még szerintem. Legalábbis nem hiszem, hogy elvitte messzire, másik planétára. Jó, ez így király. A híd az itt följebb lesz egyel szerintem.
Én full üvegesre gondoltam. Legalábbis az volt a koncepcióm, de aztán lehet, hogy mégse úgy lesz, ahogy először gondoltam a dolgot. Mert nem tudom például, hogy szemből ez hogy néz ki. A végén még a parancsnok itt ezen a lakótéren kell legyen, de ez nem lehetséges. Kérem szépen, itt van az izé. Ja, ez a lakóteres cucc. Ha itt lesz a födém, akkor kettővel fölötte kellene. Azt majd nem tudom megcsinálni már. Ó, te jó ég. Megszívtam ezt egy kicsinkét. Mindegy, a lakótér nem fogja az egészet használni, mert itt kell egy ilyen parancsnoki fülkét csinálnom erre a területre mindenképpen. Úgyhogy nem tudom az egészet hasznosítani ilyen téren. Itt is be kéne valahogy fordulnom, csak ezekkel a modulokkal nem fogok tudni befordulni sehogy. Mert itt valahogy be akarok fordulni egy picit. Vagy így egyszerűen csak vége legyen, nem tudom. Ilyen íves elemek is vannak egyébként. Nehéz páncél, már megint rányúltam. Jó, a szelepet azt ki tudjuk váltani. Ezt mondjuk nem, de... Az elejét azt viszont ilyenből szeretném megcsinálni. Azt nézem, hogy itt jönne a... Aha. Ha most itt hármassal jövök, oda nem tudok, oda tudok, akkor majd ide is tudok. Jó. Így jövök szépen így, mint aki jól végezte dolgát. Így, még ide, ide. Hát akkor itt is úgy jövök ezzel, szerintem. Az nem sikerült, de az pont rossz helyre esik. Azt viszont mindenképp szétszedjük, mert az itt nem jó helyen van. Igen. És akkor itt próbálok meg egy 8-assal. Ilyen lecsapott cuccot csinálni. Aha. Ez mondjuk így nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz. Itt mi tartja? Kb. Semmi, ugye? Jó. Jó, jó, jó. Oké, ide rakunk. Egyébként ez jó ez az eleje, ez tetszik, ez jól néz így ki. Itt lesz a parancsnoki idő, az már biztos. Ide kéne van üveg. Az üveg az olyan kéne, hogy nem tudom, egyszer egyes van. Olyan nincs, amelyik nagy, és mondjuk egyszer hármas. Egyszer egyes van. Egyszer kettes, egyszer kettes. Jó, hát ez nincs másunk, ahogy látom. Akkor sok egyes lesz. Mert duplát nem szeretnék, mert az túl nagy. Az túl nagy, mindenképp az túl nagy, azzal nem foglalatoskodnék, akkor maradnak a kis egyeseink. Üvegekből az egyszer egyes. Nem tudom, hogy lesz-e még olyan, mindegy, egyelőre akkor így oldjuk meg. Gerenda szükségeltetik, hát lemegyek a tehéhez, nem sok bizodalmam van benne, hogy lesz benne gerenda. De megnézzük. Nincsen benne, hát ebben semmi hasznos nincs már szegénybe. Mi fogyott belőle? Gerendámhoz van nekem szerintem. Meteor storm inbound. Van ám, de még mennyi? Azt mondja, hogy mondjuk 100 gerenda. Nem néztem már meg, hogy miből van még hiányom. Milyen kisodródtam. Na. Mi ez a... Hát
De jó ég. Ja, most lövik szét őket, és erre fele jönnek egyébként. Na, de mindegy is. Ide rakunk három üveget. Az nem sikerült. Azt mondja, hetes üveg. Meg még egy üveg. Így. Így mondjuk elég furi, hogy így le van egyből csapva az egész. Elég furi. Alul egy kicsit be kéne majd dönteni. Nem, nem, jó ez, csak egyel előbbre kell vinnem az egész kószerájt. De jó, ezeket kiszórtam, nem? Nem szórtam ki, de jó. Oké. Okay. Tudjátok mit? Még egyel előbbre szük, és akkor marad a belterem. Így. Ide megkapja a kis íveket, a nyolcasokat, így. Az gyönyörű lett. Ide rakjuk a hetest, egyet, kettőt és hármat. Itt majd valamit ügyködünk, hogy lehessen felrakni, vagyis lehet felrakni ilyen cuccokat, csak... Mondjuk nem ilyet, hanem... Se... Na ez lesz a jóni. Nem tudom, ide melyik a jó, de szerintem ez jó lesz. És így jó is egyébként, mert tudok pakolni egészen az ajtóig, vagy oldalra. Hát kettő lesz itt úgyis, úgyhogy... Az a baj, ide előre nem tudok, most azon gondolkodok, hogy legyen, hogy mindent kívülre rakjak, az lenne az ideális lehet. Jó, mondjuk oda nem tudok pont pakolni semmit, de lehet, hogy itt már befele mehetne az egész. Energy low. Hát a szívás. Már megint. Jó, maradhat így végül is. Most még azon agyalok, hogy a tüveg legyen-e esetleg egy egységnyi. De nem biztos, hogy meg tudom jól oldani, hogy az szép is legyen. Abból a szempontból nem szerencsés ez a dolog, hogy nem biztos, hogy meg tudom szépre csinálni. Csak nem bírom megoldani, hogy srépanel is legyen, meg még jó legyen a szöge is. Ez. Ide kell ránéznem. Így. Na erre kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire néz ki barmul oldalról. Hát szó. Ha itt ülünk, körülbelül itt fogunk ülni. Akkor egyébként a látótér az nem olyan rossz így. Ergo hasznos is lehetne ez a kilátásban. Ergo hasznos is lehetne a kilátásban. Ez a design. Nem tudom. Ahhoz viszont be kell ülnöm a kis izé kabinomba, mert mindjárt megkurcanok, itt leesek a... Lepottyanok mind a veréb. Vagy hát nem tudom használni, nem tudom, az energiám elfogy, akkor valószínűleg nem tudok jetpackelni se. Hogy állunk időbe? Ó, 34, még van időnk. Ennek örülök. Csak problémáim vannak ezzel a dizájnnal, egy kicsi, hol van, pedig nem is olyan pici, ott van. Ez túl nagy szög, szerintem ez elrontja egy kicsit.
A másik a sima mezei design, a 4-es. Csak azzal meg nem tudok majd más csinálni. Ah, hol van ez a... ezt kerestem. Ezt megnézzük, hogy ez... ez elvileg innen nem pottyanik le, ezt le nyugodtan lehet ide rakni, és akkor ide már rakhatom a haverodat. A kis picit. Na, nézzük ezt oldalról. Ja, mondjuk aztán összességében ez, ez lenne a jó koncepció szerintem. Ez lenne a jó koncepció, csak ugye itt meg nem látok ki a jól. Bizony. Ha csak nem rakom be ide középre azt a izét. Ezt le lehet fúra üvegezni az elejét. Egyébként ezt megtehetném. Ezt meg is tehetném. Elég érbuszos lenne. De mondjuk nem lenne tőle rossz. Megnézzük, megnézzük, megnézzük. És mi lenne, hogyha közelebb ülnék ehhez a szutyokhoz? Az a baj, hogy itt már ez a szűkítés, ezt nem tudok ezen mit kezdeni. Ide megint csak izéket tudok rakni, ilyen vékony elemeket. Be is kéne pattintani ezeket a négyeseket. Mert ezt meg kell néznünk komolyan, hogy mit lehet kihozni ebből. Ja, ez ennyi. Ez még oda megy, igen. Itt is, mert lehet, hogy egy kicsit az egészet át kell gondolnom ott fölül. Jó, mondjuk oda már nem kellett volna, igen. Oké, az persze az jogos, oda nem kell. Viszont ide viszont lehet, hogy kelleni fog. Mi van, hogyha itt ilyen izét kap 4-es? Ezt még nem kap 6 sajnos. Azt már fújhatjuk. Alul szintén nem mehet így befele. Ennek már így egyenesen kell kijönnie végig sajnos. Egyedül ilyen helyeken tudok szűkíteni valamit. Esetleg itt tudok szűkíteni. Ilyesmit. Ott is csak ennyit. Itt egy kicsit még tudunk trükközni ezzel. Ezt még elviseli a rendszer. Hogyha itt elő szűkíteni szeretnék. Végis, ja, azért be tudom szűkíteni, ha nagyon akarom a dolgot. Sajnos ide nem rakhatok ilyet. Ezt kívánná a rendszer, de oda nem rakhatok ilyet, mert... mert nem. Oda nem sajnos. Hát itt nem tudom, mit csinálok ezen a felén. Ez eléggé bajos. Ja, de hát így föl lehetne menni, így föl lehetne menni. Ja. Csak akkor... akkor ezt is valahogy kívülre kéne raknom, ezt az ablakrendszert egyébként. Ez most rajt van azon, tehát ez elvileg levágható. Mert ettől ez itt meg van hegesztve, ugye? Igen. Nagyszerű, nagyszerű. Nagyszerű, nagyszerű. Na, az úgy jó. Akkor itt lehet kívül az a cucc, oké. Okay. Belül valamit kell csinálnom azével a fémekkel. Itt is le kell valahogy zárnom. Mondjuk, hogy ide kockákat rakok azzal, nem biztos, hogy ki vagyok segítve. Sőt, hát biztos, hogy nem.
Hát megpróbálunk ilyen kocakokkal menni. Egy terület ilyen széles egyébként. Ja, és itt van a izé. Aha, oké. Várjál csak. Jó, ha nem is... Ja, de azt meg nem tudom megtenni. A francba. Várjál. Négyessel. Mondjuk, ha így csinálom, hogy belülre rakom a cuccokat le. De rakok egy ilyet. Így. Ez még megmenti a dizájnt egyébként, innen nézve. Jó, legyen így. Nekem ez így teljesen adja. Csak ide még behet egy kocka. Azt mondja, hogy ez jó, így. Jó, így nem néz ki olyan bugy után. Most már csak itt az elejét kell kitalálnom, hogy itt mit csináljak vele. Hogy ezt még szűkítsem, vagy maradjon ilyen turcsi az ora. De maradhat ilyen turcsi az ora szerintem. Ja, marad ilyen, az kész. Kívül van az üveg, azzal sincs különösebben semmi problémám nekem. Teljesen jó az úgy. Elvileg most ide is kívülre tudom tenni az üveget. Gondolom én. És ezáltal frankon el fogunk ott férni. Hát még nem tudom kívülre tenni. Ahhoz valamit ide ki kéne találnom. De már meg is vagy mit találok ki. Ide rakunk négyes. Ből ilyet. Ide meg rakunk ilyen. Várjál? Mert hogyha ilyen csúcsosra csinálnánk az orrát. Meg is nézem ezzel. Na, ebből is látszik, hogy semmilyen koncepcióm nem. Jó. Szerintem ez nem néz ki rosszul. Lehet, hogy le kell adnom abból az izéből. Ez kimaradottan jól néz ki. Lehet, hogy nem lesz olyan turcsi a teteje, vagy olyan íves, mert ez az íves tetszik nekem egyébként, csak lehet, hogy nem illik ezekhez a formákhoz, amiket most ide beleraktam. Jó, és akkor ide most már mindenképpen berakunk egy kockát, ja. Hát igen, ez most eldőlni látszik, hogy itt nem lehet ilyen. Nem lehet ott olyan sajnos, viszont, hogyha ide rakok egy ilyen íves nyavaját, akkor nem tudom, hogy tudom lezárni, jaj. Mert ezt aztán lezárni nehéz lesz, hogyha mondjuk mindjárt tudom, mit akartam ide, vagy mit tudnék ide rakni. Ilyen ezt kéne valahogy elhelyeznem ügyesbe, okosba. Tehát így, meg így, ide meg rakni egy kockát, egy hetest. Jó, ezt be is rakhatom ide végül is, ott a hátul ülhetek. Ez így nagyon menő, csak nem tudom lezárni a területet rendesen, gondolom. Vagy hát nem hiszem, hogy le tudom zárni, de hát mindjárt megnézzük, hogyha ilyen ívekkel megyek. Na nézzük, a hármas kocka, ide rakok egy nyolcast, hát most akkor lehet, hogy ennek a gömböc részével meg tudjuk csinálni, nem tudom. Ennek van ilyen lekerített, döntött, ez is nehéz, nekem nem nehéz kell, bakker, már megint. Megint lesre futottam, lekerekített, döntött, nehéz. Nehéz. Ebből nincs könnyű, ez mind nehéz. Nehéz páncél körlejtő. Round armor corner. Pedig ez az. Komolyan ebből csak ez van? Le kell döntött nehéz, round armor.
Hát pedig ebből csak ez van. Hát most mit tudok én csinálni? Laikusként berakok egy ilyet hát most. Sajnos. Ha csak nehéz páncél van, akkor csak nehéz van. Hát most nem tudok mit csinálni. Téged ide raklak, téged meg ide. Tű. Ez is meg kell hegesszem. Mégis nem lett ronda. Várjál. Ja, de ott nem tudok kihívezni. Tudom, hogy energy low. Mondjuk jó. Jó, és akkor megyünk ezzel az ívvel végig ott fölül. Aha. Igen, ott befordulunk, vagyis ezzel az ívvel fogok menni végig. Oké. Okay. Ez így jó lesz. És akkor a kis kedvenc ívem is bennmarad. Bennmaradhat. És fölül lehet, hogy alkalmazni fogom, hogy a dizájnba visszaköszönjön párszor. És akkor nem lesz fura. És szerzek. Ja, ezt direkt azért csináltam ide, hogy tudjak szerezni. Ott valaki átsorgott, vagy fúrófej volt. Azt hiszem, ott átsorog valaki. No, Szangyó, hogy acél lemez kell nekem rengeteg is. Hát ez így egyre jobban néz ki, azt kell mondjam. Kár, hogy nem tudok ilyen íves ablakot csinálni. De még ez a legkulturáltabb így. Ja, oké. Okay. Hát ezzel most nem tudok mit kezdeni, talán az ott ellebegget. Az oda nagyon király lett. 8-as. Talán ez az? Nem, ez. Mhm, jó. Hát jó. Végül is jó. Azt nézem, hogy a 8-assal, hogy ide megyek, ez a furcsa panel, ennek melyik sarka hiányzik? Ez a sarka hiányzik. Tehát, ha ilyet rakok ide, akkor lehet, hogy ez jó lesz. Mindjárt nézzük. Egyet ide, ide és ide. Ezt meg is hegesszük ezeket, mert kíváncsi vagyok nagyon. Ja, jó, szerintem ez állat lesz. Ez így állat lesz. Ez így állat lesz, belül végig fogom üvegezni, és ez a háromszög is üvegből lesz, és az úgy, fú, az úgy nagyon jól fog kinézni szerintem. Elfogult vagyok, de szerintem az úgy jól fog kinézni. Remélem, hogy a... Ja, még ezzel kell valamit csinálnom, ez itt nem jó. Frankon kinéz a... Az azért minden. Azt mondja, hármas? Vagy... Nem, azt nem tudom, hogy sem. Ide egy sima mezői kocka kell, az kész. Ja, ennyi. Egyébként megjegyzem, ez itt lesz valahol az ajtaja, nem? Lehet itt egy ajtó valahol. A nyomás kiegyenlítős ajtót meg lehet csinálni? Igen, meg lehet itt csinálni, mert egyet ide rakok, egyet beljebb, és akkor még marad egy folyosó a mászkerásra. Csak akkor ugye oda üveget már nehéz tenni. Nem lehetetlen, de igen. Hát itt azzal lehet még operálni, hogy nem így csinálom azért az ívet, hanem erre fel, és akkor nem kell befalaznom. De akkor meg ugye bukik a mutatvány ott a kis izékkel, ezekkel a szutykokkal. Ezt viszont... Nem, az marad így, az ilyen szögletes. Ott pont kb. A körül lesz, ahogy be kell falaznom, hogy legyen parancsnoki híd. Parancsnoki híd az viszont itt egész jó lesz, mert ide is tudom pattintani. Nem ide, nem tudom pattintani. Sajnos ide nem, csak ide. Viszont itt egész jó lesz a kilátás. Semmit nem fog látni a leszálláskor, vagy ilyesmi, de... Azt majd megoldjuk másik okosba. No.
Nézzük tovább. Miből élünk még? Csináljunk meg ezt a felét is. Nem hegeztem meg, csak bepattintjuk a szükségeset. Hol az a kocka? Itt a kocka. Itt van elvetve a kocka. Jó, hát itt a háromszög az innen fog jönni, azt már látom, vagy onnan kávé. De jó, ezt úgy tudom csinálni, hogy mindig egyel kijebbről megy, és akkor az úgy király jól fog kinézni szerintem. Azt még be lehet fordítani, ha nagyon akarom, de mondjuk annyira nem fontos. Ezt le lehetne csapni egyébként. Ezt. Ott is van egy izé mögötte. Egy ilyen durva ívre gondoltam. Ez sem biztos, hogy olyan nagyon hülyén néz ki. Szemből ez milyen? Hát ez azért túl sok szög, így már. Az első koncepció az jobb, amit kitaláltam, hogy csak egy mezei háromszöget emígyen behelyezvén itt egy ilyen kis ívszerűség formálódna. Az úgy jó lesz. Az úgy nagyon is jó lesz. Ide majd még lehet, hogy fölpattintunk egy ilyen kis háromszöget, ami így lecsapódik. Azt még számtalan helyre lehet rakni olyat egyébként. Jó, itt aztán meg már befele kell majd húznunk valahogy. Ügyesen. Vagy ezt hozni ezt a formát, és akkor végén csak, hogy nem tudom, valahogy be kell szűkülnünk, az biztos tett itt. Kénytelenek vagyunk beszűkülni valahogy. Mondjuk ez a módszer sem rossz, és akkor kicsit keretes lesz. Remélem ez nem nehéz páncél, nem jó van. Ahogy. Itt nem tudom mi folyik, itt gyöngyösön, de ide még lehet valamit rakni. Ez... Hogy is vagyunk a kerékkel? Most már lassan elfér a felfüggesztés is. Itt elől. A drakok is egyet előre, ja, majd. Ezt kell ügyesen kihoznom, hogy itt valahogy kinézzen az eleje még, aztán jó van, többi az már nem vészes dolog. Na, pattintsuk be ide a dolgokat. Azt mondja, hogy 8-as. Az a fura panel. Így, ide megjöhetnek a ezek. Egy, kettő, három, négy. Yes. Király. Hát, egyelőre berakhatom az üveget, aztán majd elválik, hogy mi lesz vele. Így kell berakosgatni őket. Ide meg mehet már a 4-esből a pici. Oda a nagy barátja. Kocka. Gondolom végülis ki lehet váltani majdnem kockára is akár, izére. Itt pedig len, hogy is volt? Az folyamatosan? Ja, folyamatosan jött fölfel, és akkor ide egy kockát becsaptam, csak így lazán így. És itt is kicseréltem valamit, nem? Vagy hogy volt ez? Itt elcsesztem egyébként. De lehet, hogy az már jobban néz ki. Ah, ja, legyen úgy. Így, és akkor még ezt kell kivágni. Hogy, és akkor ide berakjuk a hármasból a kock, vagy ezt, így, és akkor itt megépíthetem a kis lapost, meg a nagy, nem lapost. Nem annyira lapost. Így. Valahogy így van a túloldalon is szerintem. Menő. Szuper. Itt meg
Ezt meg ki kell pótolnom, ugye? Meg csak egy van. Azért mondom, hogy ez hiányzott itt. Így, né. Nagyon-nagyon jó lett. Nagyon-nagyon jó lett. Most már csak itt az elejét nem tudom, hogy lesz ez. Ezeket kénytelen vagyok meghegeszteni, mert nem látom át itt a design kinézetet, meg egyebeket. Úgyhogy ezt kicsit meghegesszük itt elől, hogy lássunk dizájnt, oké. Okay. Erre lehet rakni egy pici ízét, háromszöget, nem? Nem ilyet. Négyesből ezt a kicsit. Ezt valahogy. Így. Csak lassan beszűkül teljesen. Ha be tudom szűkíteni teljesen, nem tudom, hogy be tudom szűkíteni erre teljesen, de az is lehet, hogy nem. Egyébként megjegyzem, hogy innen viszont jó a dolog, tehát ez itt befér, és ezzel szinte összeér, és az nekem úgy jó is. Én ezt elfogadom úgy, ezt a dizájnt. Egyébként. Okay. Hát ez most már mindenképp egy kockával illetem itt. Így, ide rakunk egy... Hát, tö. Na, csapjuk az orrát neki ott. Jó, ez jó design ez. Lehet, ide, ja, itt lesznek majd, itt lesz valahol a fegyverzete, ide majd mindenképpen kirakunk ilyen fegyvertartókat. Jó lesz. Ide előre is még befér fegyver. Hát, itt lezárjuk a bulit szerintem. És lehet, hogy ilyennel zárom le. Megnézzük, hogy melyik néz ki jobban, a hirtelen zárás, vagy az ilyen lassabb zárás, mint például ez. Elvég nem akartam nagyon ívelni itt elől már, de lehet, hogy elviseli. Jó lesz ez. Szerintem azt is elviselt ez. Mindent elvisel. Ide kéne nekem ilyen fura panel, de nem nehéz, hanem könnyű, ebből is így van. Megpróbálok ide berakni. Mondjuk ezt. Ez tökéletes lesz szerintem. El sem hiszem, hogy ezt ide be fogom tudni ide pörgetni, forgatni. Lehet, hogy ez pont ide valósi. Hát ez pont ide valósi. Ez király így. Nem gondoltam volna, hogy így össze tudom varni itt az elejét. Hát ugye a játék, amit adott lehetőséget, sajnos nem korlátlanok az opciók, de biztos vannak módok, amikkel lehet egy kicsit nagyobb szabadságot szerezni így a ég terén, az elemek terén. Jó, ezt is meghegesszük azért, hogy lássam. Így. Igen, ott gond van, ott tudom, van egy lyuk, azt belül kell majd orvosolni, de szerintem ez nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon-nagyon jól néz ki. Ide is lehet fegyvereket, tök jó helyre fegyvereket lehet rakni rá, amivel lehet így szigorítani még az ábrázatát neki. Középen is lesz még egy ilyen nyúlványcsík, ami... Hoppa, én befejeltem, el is húztam a fejemet, nem láttátok, de elhúztam a fejemet. Középen is lesz egy ilyen kis puptya neki, amivel még lehet majd valamit kezdeni. Na, a szerelés és azért az megvan. Meghajtókat még majd kell operálnom rá, egy-kettőt ide-oda. Például nincsenek rajta fékező. Vagy a francokat nincs, lehet fékező rajta, ugyanúgy bele tudom ide rakni az elejébe. Még nincsen, de lesz. Fékezőt is ide fogom rakni erre a nagy szárnyra, tehát itt lesznek a fékezők is ezen a részen, úgyhogy az is megoldódik. Úgyhogy oda nem rakunk semmit sem. Já.
bejárat lehet akár itt is egyébként, megjegyzem. Ez a pneumatikus henger itt nagyon menő lesz. Azzal lehet majd megoldani ezeket a dolgokat. Jó, hát az itt magasan van, ahogy látom, a kokpitünk. Az mindenképpen jó hír. Mindenképpen jó hír, itt lesz majd a kokpit. Mondjuk ezt ki kell cseréljem majd valami izével, ilyen franc kell oda. Beltéri panel. Ezt levágom, akkor leesik vajon? Ez milyen modul egyébként? Ez szűkül, vagy ez még nem szűkül? Írja is velünk. Ez egy könnyű páncélblokk. Elől viszont ettől fura lesz, hogyha ezt kivágom. Úgyhogy csak itt tudok vele operálni, hogy másik fajta modult rakok bele. Jó. Ez lakszint, hadd nézzem. Nem, nem lakszint, egyen lejjebb van. Egyen lejjebb van, de attól függetlenül ide lehet tenni valamilyen egyéb ilyen bejáratot. Egyébként teljesen lehetne itt a bejárata az oron. Teljesen lehetne, és nem is tudok jobbat elképzelni, mert nincsen rá nagyon opcióm, hogy hol legyen. Igen. Ez bizony eldőlt. Itt lesz az ajtónk. Itt lesz az ajtónk. És az ajtó az azért fajta. Üveg az még kell. Az a dekompressziós cucc ez. Egyet meg is tudok tán hegeszteni. Nem, golyóállővőkkel 15. Na, lemegyünk a tehénbe, megnézzük, talán golyóállővők van benne. Még semmit nem találtam benne eddig. Goly. És van benne golyóállővőek, mondjuk ennyi nem kell. Visszarakunk 80-at minimum. Így jó. Nem működik, de jogos, mert miért működnésze? Áramszünet van. Jó. Az azért lesz ez így jó, mert ide mindenképpen kell raknunk. Hát mondjuk lehet akár ide beltér is. Akár. Akár-akár beltéri elemet is lehet ide rakni. De nem fönt, nem fontos, nem fontos, nem tudom minek akarok olyat rakni, de szép két könnyű páncélblokkot bepattintunk, az kész. Ide meg mehet a másik, nem ez, hanem a másik 8-as. Most mit nyomtam? 7-es nyomtam, az a baj, oké. Okay. Így. Mi kell hozzá? Ehhez is golyóálló üveg. De ez már nem olyan sok, viszont tehénben van bőven, 13 darab kell. Tök jó, meglett. Ennek örülök. Meglett az alap design. Többi az már részletkérdés, a belső kidolgozása neki. Itt el fogok férni, nem lesz ezzel gond, bőven. Bőven elférek ebbe. Ebbe az üregbe kell berendezkednem gyakorlatilag. És itt meg tudom oldani a dekompressziót is. Jó, hát ebben nem lesz befújatás magában a két kis helységbe, de ha lezárom az egyiket, akkor a másikban már be tudok menni, aztán ott már minden rendben lesz a dolgokkal. Még akkor ide rakunk ilyen üveget. Azt mondja 7-es. Meg ide is. Na, ez hova került? Így. Jó. Hát itt most van egy kis ilyen turpisság a dologban, de hát mindegy. Jobb híján ez így tudtam megoldani. Most ugye az a baj, hogy így elég nehéz lesz a lezárása a teremnek, mert hát így egy légtérbe lesz az egész. Mert ugye csak itt tudok zárni. Ezen a részen az meg eléggé kis kicsi területet ad. Mert a kokpit az mindenképp ezen a részen lesz.
elhelyezve. Beltéri lemez szükséges, hát hol használtam el annyit? Na hát nem tudom még itt mi lesz a megoldás, de lehet, hogy a laktérről is egyenlejjebb kell jönnünk a végén még. Még azért meg kell néznem a futómű rendszert. Ezért is megszivattam magamat, mert körülbelül itt kell lenni egy tartó konzolnak, ami fogja. Pont ahol a... Pont ahol az ajtó... Ajtó kolléga van. Jó, de mondjuk jogosan itt is szórakozhatunk ezzel a módszerrel, hogy ötös. Gyakorlatilag mindenhol ez lesz, megyek beltérjér. Ez is jó hosszú epizód lett. Azt mondja beltéri, beltéri. Ez mindenhol jó lesz. Jó lesz ez mindenhova. Ez a modul. Hol is voltam? Várjunk csak. Itteni. Ide kell rakni, mert itt lesz a kereke, vagy a futóműve, pontosabban. Így, ezt meg is hegesszük, tehát itt ez így király. Itt át lehet kelni, itt megyünk végig, ilyeneken fogunk közlekedni, ahol nincs jobb lehetőség. Ja, ez teljesen jó. Azt mondja, hármas, de mindenképp kell egy ilyen. Vagy egy ilyen, nem tudom, ott indokolta a dolog, de berakhatunk egy ilyet végül is. Így. Nem tudom, hogy hogy akarta ezt itt a rendszer, de lehet így. Jó. Nem tudom ezzel is, hogy konvejor ide kell-e. Mégis hátra tudok jönni ilyen dolgokkal, ide is kell egy konvejort majd erre rápattintani. Mindenképpen ott középen a laktérben lesz egy ilyen ez is, akkor egy olyan modul, amin tudok tárolni dolgokat. Na mindegy, ide akkor rakunk egy sima mezé 3-as most. Oké. Hát itt meg nem tudom, ide is berakhatunk egy átjárót egyébként, mert teljesen alma a dolog. Mondjuk jó, azt meg kitaláljuk. Egyre berakok ide is egy átjárót, mert miért ne alapon. Ötös. Na, meg is tudtam hegeszteni, nagyszerű hír. Jó, itt két oldalt bejáró van, ez teljesen jó ez a design. Jó lenne, ha jó szintre raktam volna. Várjál. Akkor ide mégse kell. Ide mégse kell. Mert ugye ott érkezünk fölötte. Jó. De hogy jutok oda le? Kemény. Még valahogy le kéne oda jutnunk, mert ott kéne folytatni a történetet. Ott kéne folytatnunk a történetünket. Vagy egyszerűen csak itt rakunk egy ilyen futóhidat, és majd megoldjuk a lejárást valamilyen egyéb úton, módon. Ezt se falazom még be, mert nem tudom mi lesz ott. Mindegy, egyelőre így marad. Ide kéne bepattintanom egy futóművet, ha tudok. Talán az ajtók helyett. A fránya nem nagyon támogatja, ja. Hogy is vagyunk itt? Hadd nézzelek, barátom. Pedig itt is meg lehetne elvileg csinálni azt. Érzékelem belőle. Vagy
ki kell vennem, és csak utólag? Vagy lehet, hogy ez a baja? Várjunk csak, ezt megnézzük. Mondjuk ez nem tudom, hogy... Jó, ez mondjuk akadályoz, nem akadályozott semmit. Azt mondja 8-as. Aha, így igen, így engedi. Oké, hát akkor... Energy low. Jó. Oké. Így egy szinten van a talpa is, nagyszerű. Nagyszerű. Hát akkor ez el is dőlt, mert ugye ezt be kell hegesztenem. Meg itt is kell raknom egyet. Egy hármast minimum. És akkor ez nem tudom, mire teket fogom itt használni, vagy mire fogom használni. Vagy itt le kell jönni a lépcsőn, az biztos, itt ezen a részen, és akkor lehet oda bemászkálni a sarkokba végül is. Ja, valamit csinálni, nem tudom mit, valamit. De olyan sok mindent nem, mert... Viszont... Mégiscsak lehetne ezzel valamit kezdeni. Ezt még megnézzük. Lejjebb tudom vinni ezt a futóművet. Van egy ötletem. Még egy utolsót töltünk, aztán tényleg lelövöm már a videót, mert már jó hosszú lett. Ismeretlen szignál. Már régen gyűjtöttem olyat is. Yes, na. Hol a... hajóm itt. Ez még elég szögletes itt az eleje, de... Azt sem tartom kizártak, hogy ide még bepattintok egy ilyen kis háromszögecskét, vagy valamit. De nem meredni meg. Ennél jobban nem tudom megcsinálni az elejét, ez teljesen jó. Ennyit lehet kihozni ebből a játékból, sajnos nincs benne több ilyen opció. Na, azt akartam csinálni, hogy lefrészem a talpit. Kiszedem ezt a modult. Így, mi? Erről van szó. És... ezt is. És azt csináljuk, hogy ide kérek egy lépcsőt. Egy lépcsőmodul, és ez most az én lépcsőmodulom igazából, tehát nem a, amit a srácok tudnak, az egy modulos. Jó lesz ez ide. Meg is tudtam hegeszteni, nagyszerű hír. Jó, és akkor ide pedig erre már látom rakni a talpat. Nagy valószínűséggel erre frankon rámegy a talp is. A beton forgatni. Elvileg itt is van a talp, és jól is van, és így menőn ott figyelget a lépcsőn, és ez teljesen stabil, meg statikailag ez rendben van, ezzel nincsen se probléma az ég a világon. És... hát ja. Azon a felén közlekedünk, az biztos, ugye azt elkönyveltük. Ezen a felén megoldhatnánk a ilyen transport dolgokat, hogy itt vennének a csövek. És akkor ott tudunk közlekedni. És akkor előre tudom hozni a dolgokat. Ja, legyen az. Az azt mondja nekem, hogy ide kéne rakni egy konvajort szerintem. És akkor ez fogja is ezt a nyavaját. Nincs építőelemem. Hát meglepne, ha lenne itt építőelem, de megnézzük. Mégis a múltkor találtunk golyóállót, úgyhogy lehet, hogy van benne építelem. Ó, építelem az van benne. Nagyszerű. Egyébként nem tud ezt gyártani. Van neki termelése. Tud. Ó, akkor csinálj nekem légy szép pár ezret. Legyen már itt ilyen, meg ilyen. Jó, egy kis gerendát is csinálj. Mondjuk annyi nem kell. Egy pár százat. Ilyet? Ja. Kis acélcső se volt. 2000 jöhet az is. Jó, hát akkor dolgozik egy kicsit a tehénke is, de jó. Haha. Nem kell a bazi messzire járnom. De mi vagy egyébként? Nehéz páncél. Light armor block. Half light armor. Stone base.
könnyű páncélba. Itt vannak mindenféle érdekes kírások. Aha, scope base. Jó, hát ez ilyen. Majd kiszínezzük, az szép lesz. Na, ja, hoztam bele, jó. Azt hittem elfelejtettem hozni bele. Jó, mindegy, itt fogunk akkor közlekedni. És akkor azt kéne még kitalálni, hát ide megint kéne egy, még egy konvejor szerintem. Mi ez? Mit állítottam meg? 9-es. Oké, okay, ez így szuper, és akkor ide azt mondom, hogy csináljunk egy, fú, hogy hívják ezt? Nem átjáró közlekedő, vagy közlekedő, nem, folyosó, nem, futóhíd, futóhídnak hívják, igen. Na megvan. És akkor ide egy futóhidat fogok rakni, mégpedig olyat, amin van ilyen korlátocska, így. Yes, és ez fölpatintotta, és innentől kezdve, ha lesz 18 kis acélcsövem, elvileg az lesz, mert a tehénke gyártja. Ha már itt vagyok, összehegesztjük ezt a... Vagy összevágjuk ezt a leesett kis darabkánkat. No, most már biztos van anyag. Elfogyott neki? Lehet. Megy még a termelés? Nem megy a termelés, nincs benne anyag. Á, de jó. Királyság, jó. Akkor viszont nem csinált kis csövet valószínűleg. Nincs egy darab vasa se. Van neki vasa? Nem tudom, köve van? Van benne kő? Na, így megnézzük, várjátok. Kő. 86 kő van benne, nem sok. Abból mondjuk nem lesz sok mindenünk. Mi a helyzet a izékkel? A... finomító van ebbe, vagy valami? Basic refinery, ilyesmi. Oké, okay, akkor itt vagyom a retekbe. Elmegyek a bázisra. Azt hittem, milyen jól állunk, hogy ez is megoldódik, de nem nagyon akar. Úgy. Azt hittem, a tehénke ellát minket mindenféle jóval. Mit akartam? Valamit? Kis csövet. Kis acélcső. Nekem van kis acélcsövem, nincs itt gond. Kérem szépen. Ebből még egy 100 elfér biztos nálam. És beltérít is veszünk magunkhoz, mert abból sincs sok. Az igen. Teljesen korrekt. Ide hátra lehet menni, lehet, hogy ide rakok egy kargót vagy valamit, tudom én, de itt ki lehet most már kulturáltan menni az ebből. És a gépházba érkezik meg az ember, de nincs semmi baj végül is, szerintem ez teljesen korrekt így, hogy kiesek a hajóból. Jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez mi ez? Ja, ez egy beltérje, most már tudtam hegeszteni. Oké. Okay. Az a kérdés már csak, hogy hol jutunk föl a laktérbe, de ilyen kis bagatell dolgokkal nem foglalkozunk, ezt majd megoldjuk. Lehet, hogy ebben kérem majd a srácok segítségét, mert végül is ezen a részen így egy ilyen kis egyet így, vagy akár egy kettes lépcsővel ide föl tudnánk érkezni erre a részre. Vagy úgy, hogy itt erre, nem oda nem rakhatok. Lehet, hogy itt kéne már fölfele jönni, vagy nem tudom, valahol. Valahol megoldjuk a följárást mindenképpen. Erre a szintre kéne megérkeznünk, az biztos. Hogy ide föl tudjunk menni. Hát nem tudom, honnan tudunk így menni. Oda raktam ilyen háromszöget ugye a túloldalra. Ja, oda raktam, ügyes voltam. És ide is rakhatok. Ettől még ez működni fog jól, ez a cucc. Így. És akkor mi is át tudunk itt menni, ügyesen, okosan. Na mondjuk, ja, itt lehetne fölmenni a kokpitig, három lépcsővel. Egy lépcső oda, egy lépcső a izé szintre, és akkor onnan meg arra fel. Ja, hát ezzel majd beszélek a srácokkal, aztán megpróbáljuk ezt megoldani, ezt a följárósdit.
mert ja, nem egyszerű. Nem egyszerű azért a helyzet. Jó, ki kell találni, mert itt minden összefügg mindennel, és le fognak potyogni a dolgaim. De ha ügyesen pakolászok, akkor nem fognak lepotyogni, akkor jól el tudjuk pakolni ezeket a cuccokat mindenképpen. Oké. Okay. Jó, szerintem ez így jó lesz. Még azt nézem, hogy itt ezt a részt, ezt úgy tudom megoldani, nem én. Így semmiképp, hanem. Kocek. Most itt vagy háromszög, vagy ez a barátunk, a négyes. Szerintem lehet, hogy ez lesz a megoldás. Ez a jobb pofább. Vagy egyszerűen csak berakok oda is egy ilyen, ezért lépcsőkét. Fogom mi helyett egy ilyet. Azt a másik fajtát. Aztán lehet. Rosszat választottam ki. Lép. Cső. De nem akkor az itt a rámpa, vagy minek hívja. Ja, ez az, ezt akartam. Ez lesz oda a legmenőbb. Cucc, ha lenne mihez hegeszteni, ugye? Jó, mindegy, elvileg le van, ide biztos, hogy akkor nem rakok semmit, ide rakok egy kockát. Így. És ehhez már lehet rámpázni. Azt mondja, hogy 8-as. És meg is tudtam megeszteni, nagyszerű hír. Teljesen korrekt a bejárás így. Nagyon jó ez így. Ide rögtön rakunk majd egy konténert szerintem erre a részre. Egy kis konténert. Vagy éppen lehet, hogy itt lesz a... Hát mondjuk nem szerencsés a reaktor itt van elől, de... Majd valahogy... Már valahogy kitalálunk oda. Fölfele tud bekötő cucc lenni, tehát... Ja. Lehet, hogy akkor egy konténer lesz ott így lent, és elérjem a dolgokat, mert végülis így befordulva így gyorsan tudok pakolászni, vagy éppen ebbe is rakhatnék egy konténert. Meglátjuk. Itt még akár lehet egy ilyen szerszámtároló is. Energy low. Na de, akkor én most lezárnám így a live-ot, köszönettel a figyelmet nektek. A következő részben hát már nagyjából a belsejét fogom tervezgetni, úgyhogy az lesz a fő koncepció majd, hogy megpróbáljuk megcsinálni a belső részt, meg kialakítani, kigondolni az oxigénellátástól elkezdve az oxigén befújáson át a hidrogén hajtóműveket is felpakolni, az utolsókat, meg az esetleges fegyverzetnek a töltényellátásának a rendszerét is be kell pattintanunk még a hajóba. Ezeket kell kitalálni, és utána majd a legutolsó lesz a belső kis a megmaradt hely. Ami megmaradt hely, abba megpróbálunk valami kis dizájnos belteret összepattintani. Na jól van, köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy ilyen sokáig itt voltatok. Sziasztok, jó pihenést!